Maksonban, Maksonban, Maksonban. Pakson vagy, hey! Pakson vagy, hey! Pakson vagy! Ja, este! Paks! Oké? I'm a long way from home, but I believe home is where we put our heart and our soul. So I put my heart and soul right here in Paks. Mit jelent számodra Paks? Hát Magyarország és a blues. Nagyon kevés ilyen lehetőség van, ahol ennyi jó zenészt és ilyen tömören lehet ezt összeszedni. Hát most már ezt nem is tudom megszámolni, hanyadik nekem. Baromi jól érzem magam. Olyan egyedi, ami szerintem sehol máshol az országban nincs, tehát egyrészt a közönség, a barátságos környezet, a nagyon jó élő zenék, a színvonal, és hát azért, mert én jól érzem itt magam, akkor remélem, hogy mások is. Egyszerűen családias, szeretem, 21 éve olyan, mint a hazajönnék, szuper, extra. Sok év alatt kialakul egy olyan baráti társaság, akivel évente egyszer találkozunk, és csak itt, és ez olyan öröm. És amikor jövünk, akkor mindig gondolkodunk rajta, hogy ott lesznek biztos, 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 és ez mindig beigazolódik, és ez öröm. Most sorolhatném a Yardbirds-t, a Big Taylor, a Ken Hensley, a Nazareth, az Amazon, tehát rengeteg nagy kedvenc van itt, aki nem kell elmennem például külföldre, vagy Budapestre, vagy az Európa messzebb levő vidékre, nem. Van egy ilyen szerencsés főszerezőnk, mint a Gárdai Gyuri és a segítő csapata, aki elhoz nekünk minden évben ezeket a nagy neveket a 60-as, 70-es évekből. Amikor én először idejöttem, nem lehettem Woodstockba, de mindig azt mondtam, hogy ez biztos olyan, mint Woodstock volt. Tehát itt olyan a légkör, akkor itt mindig együtt vagyunk. Szállodában csak felöltözik az ember, oda megy, és eljött egy koncertre, és hazamegy. De itt mindnyájan együtt vagyunk, itt régi ismerősként üdvözöljük egymást, családias. Legtöbb embernek nem tudjuk egymásról a nevét, de megöleljük egymást, hogy de jó, hogy itt vagy. És ha nem jön valaki, akkor hiányzik. Nagyon jó a zene. Nagyon jók az ételek, az italok, süt a nap. Ez a boldogság szigete. Mit tudsz elmondani erre a közösségre, ami itt fogadja az embereket? Nem tudok rá mit mondani. Ez hihetetlen milyen közösség. Ez egy egyszerűen egy maga, amelyik összefogja a Magyarországon lévő blues zenészeket és a blues kedvelőket. Hát számomra tényleg Paks lassan egyenlő lesz a Blues Fesztivállal. Tudom, van itt valami erőműféle is. Az az se rossz, megnéztük egyébként. Na, de azért ez az igazi, ez az igazi. A Paks egyenlő Blues Fesztivál. Röviden, tömören. Legelőször úgy csalt le a barátom. És itt ragadtam. Eljöttünk két napra, azóta mindig kitoljuk a fesztivált. Nem pénteken jövünk, hanem vagy csütörtökön, vagy szerdán. Én másodszor vagyok itt, de csodálatos, csodálatos. Még mindig tavaly óta zseniális ez a fesztivál, nagyon szeretem. Mi volt a hívószó, mi volt a motiváció, hogy először ide gyere, aztán másodjára visszagyere? Először ide jöjjek, a párom hozott le, aztán másodszor az egész csapat, mindenki. Imádom az embereket itt, óriási élmény maga a családias fesztivál. Egyszerűen nem voltam még olyan fesztiválon, ahol így éreztem volna magamat, pedig voltam egy páron azért. Ez a közösség fantasztikus, ezek visszatérő emberkék, imádjuk, szeretjük egymást, ez egy igazi blues szerető, rock szerető közönség. Ennyit kell elmondani, nagyon szeretem őket. Mióta vagy tagja a közösségnek? Hát 11 néhány éve ide járkálunk rendszeresen, egy-két évet kihagytunk, azt is sajnáljuk, megmondom őszintén. Nemrég érkeztünk, úgyhogy még sok véleményem nincs, remélem ugyanolyan jó lesz, mint a többi 18, amin már itt voltam. Jó zenék. Jó borok, jó kaják, haverok. A vasárnap az mindig egy olyan csúcspont számomra, amikor az ember ellazítva, korán reggel, aki föl tud ébredni, kijön ide a főzőcskézőkhöz, és tényleg egy laza hangulatban beszélget. Mellesleg rotyog a bogrács, nagyon jó féle ételek vannak,
különlegesek, és továbbra is azt mondom, hogy itt most a bor mellett, meg a zene mellett, de ez tényleg az előző napokra is érvényes, a közösség és a társaság az, ami fontos. Hát egy közösségformáló erő az egész, egy hatalmas energia, amit tapasztaltam, hogy én is kb. A kezdetektől fogva itt vagyok, és mi nem egy koncertlátogató emberek vagyunk, hanem szinte egy nagy család. Amit látok például vasárnap, hogy könnyezően jönnek ki az emberek a koncertről, vagy az, hogy amikor reggel az embereket kávéval kínálják a vadidegenek a sátrukban, mintha egy nagy család lennénk. És még ott vannak a klubkoncertek, ezért külön köszönet a főszervezőnek, hogy ilyen erre lehetőséget nyújt, mert ott egy kicsit szerintem jobban is szól, meg emberközelébb, és ott, ha valaki azt akarja, hogy megsimogassa a szívét ez a műfaj, akkor ott megfogja. Itt megtalálunk szerintem mindent, ami erről szól. Nagyon jó a társaság, nagyon jó a zene, fantasztikusan érzem magam, egyszerűen ennyi. I feel freedom. Freedom of mind, freedom of everything. What about the music? Do you like it? Yeah, I very like blues. It's very good. What was the first time you came here? It was maybe about 5 years ago. And you're from Slovakia, so what would you say to the old Slovakian community? What is the best in Poch? Why they should come here? They should come here for Gastro Blues, for the festival of wine, music, meet new people, good atmosphere. What do you think about the wines? I very like wines. The best is rosé wine with the soda called Fritsch. It's very good. And what about the gastronomy? Gastronomy also. Haluška, perkelt. It's very good. Thank you. Thank you too. Hát szeretem a blues zenét, most már szeretem a új és a régi barátokat. Igazániból egy kicsit ezért is vagyok itt, a barátok miatt. Nagyon jó borok, nagyon jó társaság, emlékek, fiatalság, utódok, unokák itt vannak. Hát ez egy fantasztikus dolog. És nem beszéltem még akkor az étkekről. És úgy minden, hát a feelingje van. Ez nem lehet egy szóval azt mondani, azért mert jó, azért mert ez a Gastrobus Fesztivál. Én tökéletesen meg vagyok elégedve ezzel a zenei kínálattal, sőt, mi több olyan arcokat ismertem meg, akikről amúgy soha nem is hallottam. Nekem nagyon tetszik, és marhára tetszik, hogy idén egy kicsivel több magyar van. Az nagyon tetszik, mert az egy dolog, hogy a világ összes tájáról ide rángatják a blues zenészeket. Nagyon klassz dolog, de Magyarországon vagyunk, és a magyaroknak is teret kell adni. Úgyhogy ez viszont nagyon tetszik idén. Fantasztikusan jól érzem magam. Fantasztikusan. Ráadásul a szakmám is, ez én zenetanár vagyok. Nagyon jó. Nagyon kellemes. Nagyon jó a környezet. Minden nagyon finom. Hányadik alkalommal vagy itt? Én első alkalommal, a barátaim, ők nagyon-nagyon régóta járnak. Azt hiszem a G barátom, ő 10 éve, és az ő inspirációja miatt vagyok itt, azt gondolom, de baromi jól érzem magam. Egyszer le kell jönni, és ha már egyszer valaki lejött, akkor már nem kell utána megmagyaráznom, hogy miért kellett volna lejönni.